Na, akkor szép lassan majd szerintem mindenki visszaérkezik a helyére itt a rövid szünet után, és akkor folytatjuk a programunkat az edzőképző utolsó előadásával, amit, mint tudtok, valószínű Gáspár Dávid fog tartani. Próbálja kicsit a védekezés fontosságát kihangsúlyozni előadásában, hogy lehet ezt megszerettetni, megértetni az utánpótlás korosztályú sportolókkal annak a fontosságát. Ez lesz az előadásának a témája. Én azt gondolom, hogy nem nagyon kell senkinek bemutatni Dávidot, ugye fiatal korától kezdve kosárlabdázott Zalaegerszegen, aktív és sikeres pályafutás van a háta mögött, amiben egyszer bajnokságot is nyertek a Zalaegerszeggel, végigjárta a korosztályos utánpótlásokat, felnőtt válogatott kerettag is volt, és egy ilyen szép karrier után gondolta úgy, hogy akkor edzőként is folytatja pályafutását, életét a kosárlabdában, és az utánpótlásban már játékosként is dolgozott Zalaegerszegen, majd mikor befejezte, akkor a zalaegerszegi női csapat vezetőedzője lett, ahol 3 évet edzősködött, és az idén koronázták meg úgymond ezt az edzői pályafutást egy bajnoki bronzéremmel. Folyamatosan az elmúlt 2 évben az U18-as válogatott másodedzője volt, és az idei szezontól pedig az U20-as válogatott, női válogatott vezetőedzője, és az új szezont már a Sopron Basket Euroligás csapat vezetőedzőjeként fogja megkezdeni, amihez sok sikert kívánunk neki, illetve sok sikert kívánunk az előadáshoz, és jó szórakozást, jó tanulnivalót. Sziasztok! Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Igazából nagyon megtisztelő, és köszönöm szépen a PVSK-nak, hogy felkértek, és itt lehetek ezen az előadáson. Iványi Dalma nagyon sokat dolgozott azon, hogy elcsábítson, és igazából örömmel teszem mindezt. Az előadás témája ugye az U16-os csapatoknál a védekezési alapelvek, amely ugye egy elég tág témakör, és nehéz is volna itt egy órában mindent témát érinteni. Inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy megszerettetni és megérteni, ami igazából valószínűleg meg is kéne fordítani ezt a két szót, hiszen először megértjük, aztán talán miután megértettük a jelentőségét és a védekezésben rejlő értékeket, utána fogják a játékosok megszeretni, és azt teljes odaadással, szívvel, lélekkel véghez vinni. Mert mint tudjuk, komoly eredményt nehéz volna szervezet, kemény védekezés nélkül elérni. Nagyon kevés a játékossal találkoztam, én is ugyanígy voltam, hogy gyerekkoromban elkiálltam kosárlabda mérkőzést nézni, hogy egyből a védekezés és annak fortélait kezdtem volna nézni. Sokkal inkább érdekelt a pontszerzés, sokkal jobban érdekelt az, hogy mikor fog tudni valahol először zsákolni, mikor fog tudni eldobni a 3 pontosig. Aztán a 3 pontos összejött, a zsákolás az kevésbé, néha-néha bemelegítés közben. A lényeg, hogy rájöttem, hogy rejlenek olyan értékek is, és nagyon fontos elemek a kosárlabdában, amelyre a hasznára tudok lenni a csapatnak. Amennyire sikerült engem megismerni, mint játékos, mindig is egy védő specialista voltam, mindig is védő feladatokat láttam el, és mindezt tettem úgy, hogy utánpótlás koromban abszolút nem tudtam, vagy nem olyan odaadással védekeztem, mint azt tettem NB1-ában. És arra jöttem rá, hogy amire odaértem a felnőtt csapat keretéhez, és Nikola Lazics vezetőedző föltett nekem 3-4 kérdésű védekezéssel kapcsolatban, mi a véleményem, akkor csak néztem ki a fejemből, és nem tudtam mit mondani, és ezzel abszolút nem leírva az utánpótlásban dolgozó vezetőedzőimet, mert
nagyon-nagyon köszönöm a munkát, amit értem, és amit belém fektettek. Csupán néhány dolog felett elsiklottunk, és nagyon sok mindent kellett bepótolni. Úgyhogy igazából az volna a cél, és amikor az első három évenben utánpótlás játékosokkal dolgoztam Zalaegerszegen, még a játékos karrierem javában zajlott, azt tudtam, hogy ahhoz, hogy odaérkezzenek és bátran merjenek nyúlni a NB1-es vezetőedzők az utánpótlás játékosokhoz, az elengedhetetlen, hogy tudjanak védekezni, elengedhetetlen, hogy megbízhatóan fent tudják tartani, és hát úgy fent tudják tartani a játékosokat a pályán, hogy nem kapnak adott esetben folyamatosan pontokat róluk. Meg aztán még oly sok mindennek tudom, meg kell felelni egy fiatal játékosnak, de azt gondolom, hogy azért itt körülnézek, van jó pár NB1-es edző rajtam kívül, de az egészen biztos, hogy az első az ez, hogy ez megvalósuljon a játékosoknál. Úgyhogy igazából a drillek és a gyakorlatok, amelyeket hoztam, nem szeretnék túl sokat beszélni. Ezek nem hinném, hogy olyan gyakorlatok, amelyeket ti ne ismernétek, vagy korábban ne láttatok volna. Inkább én arra azon az úton indultam el, hogy milyen szenvedéllyel, milyen hozzáállást szeretnék mutatni a játékosaimnak, amikor a védekezésről beszélünk. Szeretem megdicsérni és felhívni a figyelmet minden egyes apró kis mozzanatra. Legyen az egy egész pályás letámadás, és az irányítónk hajtja az ellenfél irányítóját, és mondjuk 3-4 irányváltásra készteti, én akkor őt megdicsérem. Mert pont kétszer annyi energiába került neki felhozni a labdát, az ellenfél irányítójának pont kétszer annyi energiába telik szervezni a játékot, vagy éppen megindítani a felállt elleni játékot. És igazából ezek az apróságok felett sokszor elsiklunk, és pontosan ez volna a célja és a lényege a mondandómnak, hogy picikét olyan értékekre felhívni a figyelmet, amelyek még adott esetben a játékosoknak nem egyértelmű, és későbbiekben rájönnek, hogy milyen hatékonyan tudnak hozzájárulni a csapat sikeréhez egy-egy ilyen momentummal. Panathinaikosz férfi Euroliga csapatában a második edzőnek ki lett adva az idei évben, hogy statisztikában vezesse azokat a szituációkat, amikor az ellenfél nem tud egyenes lőtt paszt adni. Vagy többször ki kell nyitni a passzsávot, és úgy kell megpasszolni az ellenfelet, mert aktív a karmunka, mert a védők, és csapatszinten beszélek, nem hagyják, hogy az oldalfordítás mondjuk egy szetten belül pár másodperc alatt megtörténjen, hanem hosszabb időbe teljen. Ezek olyan apróságok, amelyekre ugye mi nem vezetünk statisztikát, ahogy arra sem, nem tudom, figyeltétek-e nyilván ez egy friss adat, az NBA döntőben is, hogy például a Fred Van Vliet milyen hatékonyan fogta a Steph Curryt, csak az, hogy a dobó százaléka milyen szinten csökkent. Nyilván itt csapatvédekezésről beszélünk, egyedül senki nem tudja megfogni Stephen Curryt, de mégis azzal, hogy ő nem maradt le a kifutásain, azzal, hogy vállalta a kontaktot, azzal, hogy szépen kerülte az zárásokat, hogy felkészült és tudta az, hogy milyen zárás kombinációk fognak következni, sikerült neki redukálni a pontjainak a számát, vagy ha nem is a pontjainak a számát, de legalább a dobó százalékot. És többek között vezetett ez a sikerhez. Úgyhogy sok ilyen apróságról tudnék beszélni, és nyilvánvalóan ez egy nagyon rögös és fárasztó út, hogy valaki jó védővé váljon, és nem is feltétlen könnyű, hiszen óriási meló, és
munka áll e mögött. Igazából lényeg a lényeg, hogy szeretném ezeket az értékeket képviselni, és jobb ezt minél előbb, már az U16-os korosztályban megindítani, hogy ne a felnőtt korban, vagy a felnőtt csapatnál szembesüljenek a játékosok bizonyos hiányossággal. No, kezdeném is a drillekkel. Igazából ezt a gyakorlatot bemelegítésként is szoktuk használni az ETE csapatában. Gyertek lányok! Ennyien vagyunk, 2, 4, 6, 8, 10, 15, szuper! Jöjjön mindenki, és párosával egy labdát hozzatok. Jó, ide kérnék egy segítséget, egy passzolót. Dalma, jössz segíteni nekem? Kösz. Jó, oké, és lányok. Úgy kezdődik a gyakorlat, hogy nálam lesz a labda. Alsó posztra kérnék egy játékost, és mögé pedig egy védő. Kérnék a labdát. Jó, a gyakorlat tulajdonképpen a labda nélküli játékos védése lesz. Jó, alsó poszton fogsz elhelyezkedni, ugye félig előtte, úgy, és a labda pedig itt van. Jó, labda itt van. Jó, ez az első pont. Következő, levezetem alapvonal felé a labdát, most azt szeretném, hogy az alapvonal felől védjen. Oké, azt, hogy mögötte mész, vagy előtte mész, ezt majd épp az aktuális edződ megmondja, hogy melyiket szeretnék kérni. Én jobban szeretem, hogyha fölötte megyünk, mert így egy pillanatot sem tudunk adni, hogy megpasszoljuk az alsó posztot. Nyilvánvaló ebben a pillanatban egy high-low helyzet viszont azonnal megnyílik. Ha ezt jól olvassa a támadó, akkor ez egy csont lehet ebben a védési fajtában, de mint tudjuk, tökéletes védés és támadás nem hinném, hogy létezik. Utána átpasszolom a labdát a Dalmának. Támadó játékos felfut. Itt szeretnék kérni egy passzáv védést. Úgy, nagyon jó. Miután ez megtörtént, szakadj el, kapd meg a labdát. Nagyon jó, és passzolod vissza nekem a lasztit, és befutás. Jó, legyen egy csel, labda nélküli mozgás, befutás, ezt ütközzük meg, és szépen az ütközés után a túlsó alsó szárkához fussál, és itt a labda, mindig nézed a labdát, és mindig nézed a saját emberedet. Itt be fogod törni, meg kell, hogy állítsál, úgy, majd elgurítom a lasztét, összeszeded, és futtok egy páros lefutást. Jó, ezt ilyen bemelegítésként szoktam használni. Egy picikét felfrissíteni az alapelveket. No, érthető volt a gyakorlat? Jó, nagyon jó. Oké, félig elő, passzáros, nagyon jó. Oké, és szuper, azaz, nézd, hol a labda, állj. Itt vagyunk, ahogy passzolom a labdát, már egyből ugrok be ide hozzá, innen van egy betörés, nekem reagálni kell, jó? Te vagy az utolsó védő. Na még egyszer. Úgy, szuper. Nagyon. Hopp, és passzáv. Nagyon, passzávédés. Oké, szakadjál. Nagyon. Ütköznek. Pum, azaz. Ahó, betörés. Nagyon jó. Hopp, szedd össze. Jöhet a páros lefutás. Jöhet a következő. Gyere, bátran, gyere, csajok. Azaz. Szuper. Úgy. Jó, oké, gyorsabb reakció. Állj. Vissza. Itt vagyok alsó poszton, most hogyha ott a Dalma betörne, akkor nem őrizheted itt az ember. Egyből lépek, nyitok a labda irányába. Oké? És semmi gond. Na még egyszer. Gyere! Azaz. Ügyes. Bátran foghatod a pozíciót, itt segíted a védőt. Jó? Úgy. Az szép. Vassávére. Ügyes. Azaz. És a befutás. Gyere, befutás. Oké? Menjünk vissza. Na gyere, fussál be. Ja, az első az legyen, hogy hopp, megütközöm, és kísérem tovább. Oké? Ha mehet, onnan folytatjuk. Mehet a passzávédés, gyerünk.
Azaz, ütközd meg. Szép, azaz. Ahó, gyere. Sügy. Szedd össze, gyere, bátran. Azaz. Ügyes. Szép, hopp. Jó, egy pillanatot, abban segítsünk a támadók, egy pillanatra álljál ott meg, legyen meg a pozíció, aztán futunk fel, jó? Gyere még egyszer, kezdjük újra. Azaz. Bravo. Ügyes, hopp, és felfut. Ügyes. Passzál, ütközd meg. Úgy, ne félj az ütközést, jó? Ne félj az ütközést, mehet. Gyere! Bravo, csaj! Azaz. Jó, egy pillanatra álljon meg a támadó, ne kapkod. Kezdjük újra. Jó, ne kapkod. Mehet. Ugyan. Bravo. És felfut. Szakadjál. Ügyes. És a befutás. Ahó. Egyből reagálj, jó? Mert betörés lesz, és nem fogod tudni megállítani. Jó, menjünk egy kört, utána átmenjünk a másik oldalra. Mehet. Azaz. Ügyes. Hopp. Állj, vissza. Egyből, ahogy megy a passz, már reagálok, és itt állok, jó? Legyen fönn a kar, aktív karmunka, hogy adott esetben onnan akarnak átlőni egy labdát, ez nem menjen könnyen, jó? Mert miért? Ügyes. Szép. Oké, ne lógjon a kéz, lóg a kéz, aktív kar, gyere. Azaz. Jó, csajok, nincsen védő, pontosan az átadásokat. Jó, legyen viccel. Mert miért be? Alapállás. Azaz. Ügyes, szép. Bravo. Úgy, oldalfordítás, megütközöd, és a befutás, és látod a labdát, az jó. Bravo. Azaz, gyerünk szed össze. Bravo. Azaz. Ügyes. Azaz. Látod a labdát, látod az ember. Jó, egy picikét több passzávédes. Jobban csinál. Gyere még egyszer. Túlságosan könnyen szakadtál. Mert? Azaz. Bravo. Az már jobb. Gyere, befut. Jó, legyen egy ütközés. Hopp. Mert? Jó, meg volt a kör, csajok? Jó, okos. Na, ezt igazából csak hogy tudjuk tartani az időt, ugye mindkét oldalról meg szoktuk csinálni, és a befejezési módok azok pedig nyilván itt lehet gyakorolni adott esetben, kiradogadunk a saját játékainkból a szituációt, amit kettő-kettőben meg lehet oldani, és ezeket itt szépen lehet variálni. Okés. Mielőtt rámegyünk a kicsit aktívabb fő részre, ugyancsak megkérnélek, Dalma, hogyha nem bánod. Föl szoktunk állni két sorba, labda legyen mindenkinél, és egy picikét a labdás, miután fölveszi a támadó labdát és a labdás védését szoktuk gyakorolni, egy picitikét az agresszivitás szintjét is növelni. Jó, legyen ott 6 játékos, illetve itt 6 játékos velem szemben. Fellőtt labda után futsz rám, mint close-outot védesz, jobb képen, úgy és készen állsz az 1-1-re, viszont nem fogok betörni, hanem sarkazni fogok. Azt szeretném, hogy szépen kövess a sarkazát. Na, tehát aktívan, hopp, követem a labdát, úgy, és miután leütöd a labstét, oké, csak egyszer le fogom ütni a labdát, elvédő lábmunkázok az oldalvonal mögé, és beállok a túlsó sor végére. Jó, ezt nagyon agresszívan csináljátok,
Minden esetben ugye, ha fölveszi a támadó a labdát, többet már nem tud elindulni, rá kell mászni, és ne hagyjuk, hogy könnyű paszt adjon, jó? Ne hagyjuk, hogy könnyű dobása legyen. Na, gyertek csajok, egy kör, hopp, 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 gyere, sprint, 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 nagyon szép, bravo, bravo, hopp, lép hátra, hátra, törni, lép hátra, ügyes, 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 hopp, gyere, 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 támad, hopp, hopp, és mehetsz, mehetsz. Bravo, azaz, hopp, és hátra, és hátra, jó, és finom. Jó, mint hogyha be akarnál törni, hopp, és hátra, hopp, hátra, oké, és megyél. Hopp, azaz, azaz, azaz. Hopp, mehet, 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 egy dolábon, itt van az. Gyere, gyere. Bravo, ügyes, 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 hopp, azaz, azaz, mehet. Na gyerünk agresszívan, agresszívan, támad alapján, támad alapján. Jó? Ne hagyd, az ügyes, az ügyes. Hopp, azaz, mehet, mehet. Azaz, azaz. Az csak, gyerünk, 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 fuss, 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 kész van, kész van. Jó, mindig legyen fönn a kéz, amikor megközelítesz, ne tudjanak könnyen dobni. Mehet, mehet, gyerünk, hopp, 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 bravo, az, 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 gyere, közel, 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 közel. Nem fog nem, jó, az, az, ügyes, mehet. Bravo, ügyes, az, 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 mehet. Jó, mélyes, meg volt a kör, álljunk meg. Az. Bravo, bravo, ügyes. Azaz, azaz, gyerünk, gyerünk. Jó, bravo, csajok. Jó, és akkor egy ilyen kis hangolódás után szépen lehet tovább építeni az edzést, vagy éppen azt, amit elterveztünk. Igazából még egy-egy gyakorlattal, drillel készültem, aztán szépen építjük tovább, hogy 3-3-ban, illetve az idő mennyire engedi. Építkezünk tovább. Jó, a következő gyakorlat. Igazából itt a labdavezetés, tehát a labdás védése, majd utána elszakadás és passáv védés után egy-egy történik. A gyakorlat úgy néz ki, gyertek csajok ide a félpálya mögé. Jó, párban egy labda. Jó, tehát itt lesz egy cikcak labdavezetés alapvonalig. Alapvonalról fogsz egy paszt adni. Én ott fogok állni a középen, és utána pedig egy elszakadás 45 fokba, és egy-egy. Jó, ez a támadónak a feladata. Ez a cikcak védés, ez egy ilyen 75-80%-os tempó, és az elszakadás az az, ami már 100%, és élő, tehát normál tempóban kell, hogy az egy-egy menjen. Jó, na, a védő feladat, tehát nem szeretem meghatározni, hogy ilyen közel legyél, vagy ilyen közel legyél a támadóhoz. Ez nyilván attól függ, hogy a védő játékosunk milyen gyors, az ellenfél milyen gyors. A cél az, hogy egy-egyben tudjuk tartani, a cél az, hogy minél többször irányváltással késztessük, a cél az, hogy leszívjuk az energiáját és zavarjuk a labda felhozót, úgyhogy nyilván vannak védők, akik képesek tartani elég közel vagy szűk védőtávot is, valakik erre ez lassú a lábtempójuk, nincs ezzel semmi probléma, az kell, hogy értékeljük azt, hogy ezt a erőfeszítést megteszi a játékos, és majd idővel remélhetőleg fog annyira megerősödni a combizma, lesz olyan kondicionális képessége, amivel szépen fogja tudni
közelíteni ezt a védőtávot. No, akkor tehát mehet a cicak labdavezetés, és nem szeretem, hogyha nyúlkálnak. Azt lehet, hogy ott tartom a kezemet, azzal, hogy már oda nyúlok, elveszíti a balanszot a védőjátékos, és könnyen meg lehet verni. Tehát azt gondolom, hogy csípő hátra billent, mélyen vagyok, és max itt tartom a kezemet. És hogyha nem elég mély a crossover, akkor maximum elakad a laszti benne. De nem cél a labdaszerzés. Utána megyek oldalvonal felé, és történjen meg a megállítás. Ugyanez történjen meg. Másik irányba is legyen meg a megállítás. Oké, és miután elértünk a alapvonal felé, és megtörténik a passz, védőként én azt kérem a játékosoktól, hogy próbálják kerülni a kontaktot. Hiszen egy elszakadás, én azt gondolom, hogy sokkal könnyebben megy, hogyha meg tudjuk teremteni a kontaktot, és abból elszakadni. Vagyis védőként egy passzolót kérnék ide. Tehát egyből megtörtént a passz, ugye beugrok, egy pillanatot vele. Ugye ott a labda már is már nyitok, és jön az elszakadás, és a kontaktot akar teremteni a támadó, hopp, én azt elkerülöm, és továbbra is maradok passában. És lábmunkázok, és figyelem azt, hogy hol a labda, hogy hol a játék. Ne kockáztassuk a backdoort, nem kell túlvédeni, az már rendben van, hogyha nem dobótávban kapja meg a játékos, és extra energiába tel neki, hogy elszakadja. Ezután mehet az egy-egy védés, az egy-egy védésnél pedig enyhén sarok irányába alapfelé szeretem, hogy tereljük a játékosokat. Tehát nem a tengely felé, enyhén a sarok felé, és minimum egy 3 leütés erejéig próbáljuk megtartani a támadót. Ennyi idő alatt a helpside-nak tudnia kell reagálni, és remélhetőleg így el fogjuk tudni kerülni az üres zicser dobó helyzetet. Jó, van-e kérdés, csajok, érthető a gyakorlat? Szuper, no, akkor kezdjük. No, tehát egy olyan 80%-kal a támadó, és onnantól kezdve pedig 100%-on pörögjél, karmunka aktív legyen, nem nyúlok ezt. Na mehet, gyerünk. Azaz, ügyes, és állítsd meg! Na, szép, bravo! Ja, várjál, még ott van a játékos a labda, addig őt véded. Ahogy adja a paszt, hopp, most ugrat, ügyes, és mehet az elszakadás. Gyerünk! Na, ügyes volt, jöhet a következő. Figyelj a backdoorra, jó? Ne kockáztass, ügyes volt a támadó. Mehet! Vagy picikét több kakaót bele, jó? Több energiát. Gyere, kezdve. Hopp, megállítom. Oké, mélyen legyen, aktív, azt lássa a támadó rajtad, hogy meg akarod zabálni. Érted? Ez a lényege. Ez a legfontosabb. Hogy te ki akarod szívni, szipolyozni az összes energiáját, ami van. Rá tudsz úgy nézni? Na gyerünk, ez a lényeg, hopp, gyerünk, aktív, ügyes, jó, ne védd túl, oké, passáv, gyerünk, többen, hopp, az túl könnyű volt, gyerünk, megállítani, tengely felé ne jöjjön. Jó, tengely felé ne törjön. Sokkal több opciója van a támadónak osztani, 45 fokba, sarokba, befejezések, jó, inkább a sarok felé tereljük. Mert Azaz, ügyes, jöhet. Az, bravo, ne fordulj ki. Áj, ahó. Miért mosolyogsz? Hát de tök jó volt. Ha elmosolygod magad, és akkor átveszi a labdát, és beveri a 3 pontos. Nem ez történik? Nem? Hát szerintem igen. Lehet, hogy ő még nem, de mondjuk 2 év múlva beveri, és akkor majd ő fog mosolyogni rá. Jó? Tehát nem mosolyogjunk ki. Na még egyszer, menjünk vissza a sarokba. Jöhet, gyerünk, az, és a pasáért. Gyerünk, na.
Jó, ne egy méteren szakadj el, ott van az egész negyed pálya, használja. És kizár. Jó, egy lényeges dolog, az én hibám, nem mondtam. Tessék, kizárni. Minden védekezés ott zárul, ott fejeződik be, hogy kizárjuk a támadót. Mehet, gyerünk! Jó, vissza. Lóg a kéz. Jó, a lábunk egész, jó? Csak lóg a kéz. Kezdjük újra. Az egyik kezedet otthagyd. Nem kell oda nyúlni, csak legyen aktív. Lehet, hogy passzolni akar, és pont el fog akadni a tenyeredben, és lesz egy szerzett labdá. Mehet. És állítsd meg. Az szép. Ne menj előre. Állj. Jó, előre beugrasz. Mikor elindul, az szépen kövess le. Jó, előre beugrottál a bal oldalra, és mehetett volna végig jobbra a társad. Na, mehet. Oké, jöhet a passz, hogy az jó csávó. Na még egyet, gyere még egyet, ez túl könnyű volt. Gyerünk. Jó, ott a labda. Gyerünk, támad a labdát. Úgy, szakadj el. Gyerünk. Úgy, ügyes. Mehet. Oké, vissza, lóg a kéz, és abszolút nem érzem, jó, nyilván itt barátnők vagytok, meg nem éles helyzet, meg szeretjük egymást, csak az a helyzet, hogyha ezt itt az edzésen, most jelenleg nyilván ez egy bemutató edzés, ezt nem fogjuk játékosokba verni, akkor valószínűleg ez a mérkőzésen sem fog hatalmas mértékben fejlődni. Úgyhogy sokkal nagyobb agresszivitást várok, úgyhogy harapd szét a torkát. Na gyerünk! Kész fönn! Aktívabb kar! Gyerünk, állítsd meg! Oké, passzsáv védés! Gyerünk! Hopp! Na még egyszer! Jó, próbálj a passzsávba maradni, ne tudjon könnyen labdát átvenni. Mehet! Gyerünk! És a tengelyt zárom! Jó, próbáljuk meg azt elérni, hogy ne, ilyen simán ne tudjon betörni a tengely felé, hanem alap felé tereljük, és onnan fog tudni jönni a segítő oldal. Na meg, gyerünk csajok, gyerünk, az, állítsd meg, ügyes, tovább, megállj, bravo, azaz, oké, passz, és beugrunk, ügyes, lásd a labdát is. Közelebb, ott túl sok teret adsz neki, kicsit közelebb. Jó, mentünk már egy kört? Jó, oké, sajó. Jó, dobjatok egyszer 5 büntetőt, egy picit pihízzünk, mert látom, elfáradtatok nagyon. Gyerünk. Jó, igazából próbáltam azon elmélet mentén felépíteni a dolgot, hogy labda nélküli védése, labdás védése, és most egy ilyen close-out helyzetet mutatnék egy-egyben, illetve majd 3-3 védésben is, ami azt gondolom, hogy nagyon sokszor előfordul a mérkőzések során, akkor egy-egy szituációból előnyt kovácsol a támadó csapat, és besegítő, védő és rotáció után milyen előnyben részesül a támadó, és ezt hogy lehet korrigálni, hogy lehet ezt levédeni. Igazából itt nem labdás 2-2-re gondoltam, hanem szimplán egy-egy helyzetekből, abból szeretnék különböző ilyen szituációt kialakítani, amiben előnyös helyzetbe kerül a támadó. Jó, ha végeztetek, lányok, akkor 3-3-ban, ugyancsak párban álljunk fel, párban egy labdával. Jó, gyertek, majd a túloldalra végeztetek.
Jó, gyere, 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 jó, hárman kellett volna dobni, gyere, gyere, gyere. Oké, de a büntető vonalra álljatok fel, jó, hárman. Jöhet az első pár. Gyertek bátran, bátran, gyerünk, gyerünk. Oké, lesz egy védő és egy támadó. Jó? Te leszel a védő. Passzolni fogod nekem a labdát, és sprintelsz alapvonalra, sprintelsz félpályára, érkezel vissza, adom a labdát, és ezt a helyzetet kell tudnod védeni, hogy érkezik feléd a támadó, nyilván mozgásból, és ezt hogy fogod tudni megállítani. Adott esetben, hogy most milyen kezes? Tudod? Na, akkor próbáljuk mondjuk az erősebb kezét zárni, és arra késztetni, hogy mondjuk balra törjön be. Jó. Egy picikét menjél oda, és add a labdát, érkezzél felém. Jó? Azt szeretném látni, ahogy átveszi a labdát a támadó, az egyik kéz fönt van, és leaprózom a lépést, és készen állok arra, hogy ne tudjon könnyen dobni. Majd utána készen állok az egy-egy védésre. Jó? És adott esetben én tudom, hogy ő jobbkezes, hogy nyilván nem minden esetben tudjuk ezt észben tartani a mérkőzés minden szituációjában, de mondjuk ezért vagyunk mi edzők, hogy felkészítsük a játékosainkat az ellenfélből. Tehát egy picikét talán lehet orientálódni a jobb kézre, és megállítás, és innen megy az egy-egy védés. Jó, tehát ebben tudjuk gyakorolni azt, hogy támadónak van egy viszonylag nagyobb előnye, hogy ezt hogy tudjuk kompenzálni. Na mehet, gyerünk, gyerünk, hopp, 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 gyerünk, 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 és kéz fönn, kéz fönn, kéz fönn, kéz fönn. Jó, azaz jöhet a következő páros. Jó, passzolna, hopp, és már, gyerünk, gyerünk, sprint, 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 értő, de érjön, de érjön, kéz fönn, kéz fönn. Jó, tovább, tovább. Kizár, kizár. Jó, tehát nyilván itt még nem mindenki tud három pontos dobni, de olyan százaléka, mégis azt várnám el, hogy közelebb érjél, és szűkebb legyen az a védőtáv. Jó, mert elég könnyű dobóhelyzetek tudnak így kialakulni. Na, gyerünk csak, sprint, hopp, hopp, gyerünk, 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 gyerünk. Kész van, állj, 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 túl messze, túl messze. Még egyszer. Hopp, le, le, gyere. Kész van, kész van. Azaz, azaz, ne nyúlkálj, tisztán, 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 tisztán. És nem ugrálsz, jobb fölvette a labdát, ne ugráljál, lépjél közelebb, pont azt, amit gyakoroltunk a 2-3 gyakorlattal ezelőtt. Jó? Tessék koncentrálni. Mehet, gyerünk, gyerünk. Érjön, érjön, kész fönn, kész fönn, az, szép, és megállít, ott túlságosan kinyitottad, tessék megállítani. Mehet, mehet, mehet. Gyerünk, sprint, 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 kész fönn, kész fönn, az szép, az szép, és közel, ne lépj. Kizárás legyen meg, tovább, tovább, tovább. Jó, szép védekezés volt az elején, csak ki kell zárni. Oké? Ahó! Oké, legyen meg a kizárás. Na mehet! Gyerünk, passz! Sprint! Ügyes, ügyes, ügyes! Kész fönn, kész fönn, kész fönn! Bravo, bravo! Mehet, tovább, tovább! Jó, büntetőről indulok. Az, az. Na mehet! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! És érj oda! Kész fönn, kész fönn! Bravo, bravo, tovább, 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 ne ugrálj, zárd ki, menj a támadóra. Jó, menj érte, mert különben nem fogod segíteni a társadat. Jó, mert sem meg majd szembesülsz azzal, hogy van egy jó támadó, lepattanozó csapat, és nem zárunk ki. Jó, tessék menni érte, így segítsd a társadat. Na mehet, gyerünk, sprint, sprint. Gyerünk, érj oda, érj oda, kész, fönn, kész, fönn. Jó, ne a dobás blokkolásban bízzál, hanem lábmunkáz és állítsd meg. Kicsit közelebb, közelebb, vissza kell érni közelebb, hogy a dobásokat levegyük. Na meg, gyerünk, hopp! Sprint, sprint, érjön, érjön!
Jó, azért itt látszik, hogy nyilván a játékosok bátran vállalnak nagyobb védőtávot, még nem annyira kifinomult a hárompontos dobás, mégis azt gondolom, hogy ilyen helyzetekben azért jó rákényszeríteni őket arra, vagy talán közelebb hozzuk a távot, nem a hárompontos vonalon lesz a találka, hanem kicsit közelebb, és onnantól kezdve már biztonsággal fogják vállalni a távoli dobásokat, és egészen biztosan kényszer helyzetben lesznek, hogy odaérjenek a védők. Na, jöhet, még egyet mutassuk. Gyerünk, gyerünk, sprint, sprint, sprint. Érjön, kész van. Megállít, tisztán. Úgy, és a kizárás nem maradjon el. Gyerünk, tovább. Az. Kész van. Hopp, túlságosan messze vagy. Zárd ki. Jó, oké, sőt. Na, lépjünk tovább, és ugyanilyen close-out helyzetet fogunk teremteni, csak most 3-3-ban, úgyhogy próbáljuk meg a színeket is úgy rendezni, ha tudjátok, hogy legyen 6 fehér és 6 fekete mezben lévő játékos. Jó, van esetleg? Ha nem probléma, vagy a sárga is jó, szuper. Az is rendben van. Jó, félpályán fogjuk csinálni ezt a gyakorlatot. Igazából itt a már a gyenge oldal szerepe is meg fog növekedni, illetve egy rotáció. Továbbra is tartjuk a tengelyzárást, illetve nyilván a gyakorlat megkíván egy fajta kommunikációt is, amit valljuk be őszintén még felnőtt korosztályban is sokszor hiányolunk, hogy gyenge oldalon nagyon keveset kommunikálunk, nagyon keveset beszélünk egymáshoz, hogy én vagyok a megállító, enyém az első passz, vagy a magas emberektől elvárjuk egy labdás 2-2 helyzetben, hogy kommunikálják, hogy laposat védünk, vagy hogy tolás van, bármi hasonló, nagyon fontos, hogy beszéljenek. Úgyhogy próbáljuk meg a játékosokat is edzésen már erre kényszeríteni és ösztönözni, hogy beszéljenek egymáshoz, mert sokkal hatékonyabb lesz a védekezés. Jó, 45 fokba középre és másik oldal 45 fokra kérnék szépen 3 támadót, 3 védőt pedig alapvonalra. Jó, középre, itt a fekete vonal és a fehér, vagy az alapvonal meccésénél, ez itt képzeletbeli vonal meccésénél jó lesz. Jöhet ide is egy védőjátékos, jó, illetve ott középen pont. Szuper, jó, nálad van a labda. Adod a paszt a társadnak, és sprintelsz ide 45 fokba. Közben jön a labda, a passz jön tovább, és ide kell érni. Jó, ugyanaz az elv, egy picit álljatok, mert ugyanaz az elv, amit itt középen gyakoroltunk, csak itt most ugye 45 fokba. Bal kéz fenn, és enyhén terelem a sarok felé, de minimum az, hogy durván itt már tudjuk megállítani, és a segítő oldalnak már itt meg kell állítani az adott esetben megvert védőt. Oké, jöjjünk ide vissza. Jó, tehát itt sprintelni kell, és megint csak tételezzük fel, hogy lehet, hogy egy kicsikét majd beljebb hozzuk, de ide kell érni, a dobást nem engedhetjük. Utána megy tovább a passz és a középső játékosnak. Ugyanez a feladata, megy tovább a labda, és végül itt történik meg az a pont, ahol már itt egyegyezned kell. Jó? A gyakorlat elején ez kötött, hogy el kell jusson a labda 45 fokba, és már segítő oldal készen áll, és hogyha tengely felé jön betörés, akkor itt nem kérek passávérést, hanem tengely felé jön a betörés, itt állok, és jön a betörés, és oda segítek, és vissza. Jó, nem megállít, csak tömörülés. Jó, tömörülünk, ne adjunk a támadónak 1-2-3 leütést, hanem menjünk oda, és próbáljunk oda piszkítani, oda nyúlni, hogy ne tudjon könnyen egyegyezni. De a cél továbbra is az, hogy alap felé, enyhén sarok felé
terelni. Segítő oldalnak készen kell állni, és hogyha látod, hogy a társadat megverték, akkor azonnal meg kell állítani. Jó, alakítsuk is ki ezt a szituációt. Jó, itt a laszti. Védők menjenek vissza a helyükre. Jó, most hagyd, hogy megverjenek egy-egy. Oké. Jön itt a... nem állsz meg. Jó, nem állsz meg. Jó, történjen meg a megállítás, és már két támadó között állsz. Jó? És ahova megy a labda, az lesz a tiéd, a segítő védő pedig fut vissza, és ugyancsak, ha jön itt a labda, megint csak milyen helyzetbe találjuk magunkat, egy close-out helyzetbe, ahol mondjuk még egy-egy helyzet alakulhat ki, még egy megállítás, és a többi. Jó, hogyha ügyesek vagytok, ezt szépen el tudjuk húzni mondjuk két betörésig, és ott már meg is állítjuk a gyakorlatot, mert azt gondolom, hogy jó munkát végeztetek. Jó. Na, a passzok keményen menjenek, és sprint legyen, jó? Ti pedig bátran egyegyezetek, jó? Bármi belefér a támadásba. Na, meg! Gyere! A szép! Ügyes, és már a gyenge oldal. Készen áll, lásd a labdát, nézd az ember, úgy, és vissza. Gyerünk, kizárt! Tovább, mehet az egyet, gyerünk! Jó, legyen meg a kizárás. Jó, jöhet a következő hármas. Jó, tehát azokat az elveket, csajok, tartsuk, hogy tengely felé kell engedem betörni, próbáljuk alap felé terelni, és dobás után történjen meg a kizárás. Jó, tehát hogy az elején mondtuk, hogy U16, védekezési alapelvek, nyilván a kizárás elengedhetetlen, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk is vele. Ezzel kapcsolatban most drillt nem hoztam, most nem készültem, de nyilván nagyon lényeges, hogy ez megtörténjen. Na meg, gyere, hopp, sprint, kész van. Az, hol a labda, gyere, hopp. Na még egy. Jó? Tehát ahogy megtörténik a betörés, a két támadó közé be kell ugorják. Jó? Hogy ezt a távolságot elhozd, és legyen elegendő időd reagálni, nyilván ez egy előnytelen helyzet neked, de fontos az, hogy ezzel segítsd, hogy ott megtörtént a megállítás, adott esetben itt van egy befutás, ő maradt kint, mindegyikre tudjál reagálni. Jó? Ilyen szituációban én azt gondolom, hogy jobb az ittszert levédeni, és inkább hagyjuk a külső dobást. Jó? Főleg ebben a korosztályban. Na meg, gyere! Kész van! Az! Hopp! Elszállt! Jó, semmi baj. Jó, itt a labda. Ja, így ötös. Na gyere, semmi baj. Jó, először is. Hopp, kész van. Bum, nem tudom. Oké, látom az embert, látom a labdát. Ugye az történt, hogy itt van azt. Jó, az történt, hogy bár az az elv, hogy alapfelé kell betörni, de megverték a társadat. Oda kell lépni. Hopp, üsd le. És hogyha jön a labda ide, de nem megállítod, vissza kell lépni. Oké, vissza. Hopp, itt vagyok, üsd el a labdát. Hopp, úgy, és visszaérkezés. Jó? Na még egyszer. Semmi baj, jó lesz. Na mehet, sprint! Kész föl! Hopp, help side, készen áll! Hopp, akkor kettő között, hopp, odé! Gyerünk, állj meg! Jó? Ugye, hogy kezdtem, hogy mi a mi lényeges? Hogy beszéljünk, jó? Katika, enyém a 45 fok, Rozi, tiéd a közepe, és a többi, jó? Ne haragudjatok, nem volt időnk bemutatkozni, nem tiszteletlenség volt, csak szeretném, hogy beszéljetek, jó? Ti ismeritek egymást, tessék beszélni, kezdjük újra! Jó, az nem elvárható, hogy van egy besegítés, ide rotálsz, adnak egy paszt, és te is azt fúzd be. Nyilván ez már a csapattársadnak a feladata. Na mert, gyere! Kész fönn! Azt! Segítő oldal! Mi? Hopp, odé! Azt szép! Bravo! Ügyes! Ahó! Adj egy ötös! Bravo! Erről van szó. Na mert, következő!
Na meg, gyere, hopp, 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 állj, állj, ezt lőjük meg a laszt. Lőd meg, gyere. Gyere, hopp, sprint, 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 kéz föl. A szép, a szép, na, na, hefsz, hefsz, a szép. Úgy, hogy nem kell segíteni, és a passát. Azaz, tovább, 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 megállít, megállít, ügyes, tengely felé, ne jöjj. Kizárt, kizárt. Jó? Itt most azt láthattuk, hogy ugye nem verték meg a védőt, így szükségtelen volt az, hogy túl mélyre jöjjünk, és adott esetben szükségtelen előnyt kreáljunk a besegítéssel a támadó csapatnak. Na mehet, jöhet a következő hármas. Gyerünk, hopp, 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 gyerünk, 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 gyerünk. Ne settenkedj, állj, 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 ne lógjon a kéz. Ha el tudod vinni a labdát, vidd el, jó? Adjunk keményebb passzokat. Meg! Hopp, sprint! Gyere! Az, szép, szép, erről van szó. Elvileg a labdának gyorsabban kéne menni, mint az ember, nem? Azt mondják. Te egy ilyen mosolygós vagy, már rájöttem. Na mehet, még egy. Gyerünk, hopp, 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 tovább, tovább. Sprint, sprint! Érj oda, kész föl, kész föl! Segítő oldal készen áll. Jó, jöhet a következő. Bravo, csajok! Gyerünk! Mehet, 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 mehet! Az, tovább, 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 tovább! Jó, oké. A gyakorlatot úgy tudjuk egy kicsikét nehezíteni, hogy bármelyik pozícióból engedjük a betörést. Jó, kérnék szépen három támadót és három védőt. Jó, ugyanez a felállás, ugyanez a gyakorlat lesz. És annyi a kikötés, hogy jön a labda. Hopp, gyerünk, gyerünk, úgy. Még egy passz, még egy passz. Adott esetben már ő is bonthat. Vagyis, és hogyha ez megtörténik, akkor te nem sprintelhetsz csak a saját játékosod felé, hanem egyből reagálnod kell. Fussá, és lásd, hogy mit történik. Egyből reagálni kell, és meg kell állítani, és ugyanaz a helyzet alakult ki. Jó? Ezt egyébként nyilván a későbbiekben nagyon sok ilyen szituációval fognak találkozni a játékosok, sőt már U16-ban is, hogyha egy védő irányába megy a labdás 2-2, és van egy gyenge oldali besegítés, az most mindegy, hogy 45 fokból vagy sarokból érkezik. De ez a szituáció, hogy a leváló ötöst ütközi, vagy adott esetben besegítünk, és megint csak két támadó között egy védő marad. Ugyanez a rotáció történik ott is, ez egy nyilván sokkal nagyobb térben történik. Szerintem tök jól lehet ezzel drillezni ezt a szituációt. Na mert, gyerünk! Hogy, ja, szép! Jó, próbálj meg pattintott labdát adni. Ellépsz a védő mellett, lehet, hogy összejött volna az ígyszer. Na mehet! Gyerünk, csajok, gyorsabban, ne sétálj, gyerünk! Na mehet, kész föl! Na miért? Nincsenek védők, jó, pontos labdát adjuk. Ne ezen bukjon el a gyakorlat, mert nem tudunk pontos, gyors labdákat adni. Na mehet, hopp, hopp! A szép, kész van, a szép, oldod, és kizár, még egyszer. Jó, bedobta, el tudta dobni, ne tudja eldobni. Menjetek a támadó lepattanója csajok, oké? És dobás után tessék menni, segítsd a társadat. Mehet, gyerünk, érjön oda, kész van. Az. Jó, csak ne hagyd, hogy elmenjen. Itt megint csak lett volna egy lehetőség oda segíteni és visszaérkezni. Jó, a szomszédos pozícióba. Na mehet. Gyerünk, kész van. Bravo. Ügy. A szép, és vissza. Leforgulálsz. Tovább. Az jó segítés. Gyerünk, érj oda, és a kizárás. Jó, állj. Jó, két társad kizárt, te elfelejtettél kizárni, dolgozhatok itt 20 másodpercet, és az egész nem ér semmit, mert leszedik a lepattanót. Jó, tessék figyelni erre. Jöhet a következő hármas.
Jó. Picikét nehezíteni akarunk a gyakorlaton, akkor ezután, a szituáció után egy labda nélküli, vagy bocsánat, egy leütés nélküli 3-3 mehet még a túloldalra, ahol tudjuk megint csak gyakorolni a passzsávvédést, tudjuk gyakorolni azt, hogy a felvett labda után hogy támadjuk a támadót, és nem utolsó sorban nyilván állóképesség gyakorlat is, és egy kicsikét a határokat ki lehet tolni. Úgyhogy az a kérés, hogy jó védekezés után, vagy éppen kosár után megyünk a túloldalra, és támadóból védők lesznek. Itt egy gyors reagálás, gyors reakciót szeretnék látni. Ahogy kosarat dobsz, egyből beszéltek, megkeresitek egymást, vagy akarom mondani, hogy megkeresítetek az embert, és passzsávot védve nehezíted a labda felhozatat és a kosárszerzést, jó? Tehát itt lejátszunk a 3-3 close-outot, oda pedig leütés nélkül 3-3 játék, oké? És ennyi a gyakorlat, majd ott megállunk, és a másik 6 játékos pedig érkezik. Na mehet, gyerünk! Kész van! Bárhol bonthatsz! Gyerünk! Készen áll! Hopp, reakció! Oké, dobd be a lapot! Gyerünk! Támadalom! Állj! 3 passz, tök simán elment 3 passz, nem volt nyomás a labdán, nem volt passzsávvédés. Újból! Gyerünk, az. Menj közelebb. Hogy, ne bújj az ember mögé. Gyerünk, most nincs leütés, bátran vétheted a passzsába. Hogy. Jó, jöhet a következő csapat. Mert. Azaz, készen állni. Jó, még egyszer. Jön a betörés. Oké. Itt a labda. Tedd fel a kezed. Kísérjed, és szoríts ki testet. Jó? Azzal, hogy rányújtál, adtál neki egy lehetőséget, a játékvezetőnek, hogy faultot fújjon. Nem. Tedd fel a kezed, kísérd, szoríts ki. Milyen kezes vagy? Balkár, most pont nem jó, de adott esetben, ha ő most itt egy gyengébbik kezén lenne, szerintem ez egy elég nehéz kosárszerzési lehetőség volna neki, vagy legalábbis nehezebb, és így megadtál neki egy lehetőséget. Jó volt a lábtempó, egy picikét lehet, hogy megvedd, de tessék végig kísérni, és nem rányolni. Oké, és kezdjük újra. Mehet, gyere. Kész van, állj. Jó? Mert ő jó dobó. És mondjuk tét helyzet van, nem szabad, hogy kintről a kosarat rakjuk. Na gyerünk! Hopp, gyerünk, kész van! Az, is a gáz! Készen áll a segítő oldal, gyerünk, oda piszkál! Bravo! Ögyes! Nincs leütés, játsz! Nincs leütés! Gyerünk, tovább! Az szép van. Jó, nyugalom. Jó, támadóként nyugi. Nyilván ez a célja a védekezésnek, hogy kapkodjál, labda eladásra kényszerítsen. Ügyes volt a védés. Mehet, gyerünk. Érj. Arra, szép. Állj, lóg a kép. Vissza. Aha, nem. Így futották. Na, egyik kéz legyen fel. Na mehet, hopp, gyerünk. Kész van! Hopp, még egyszer! Reagálni! Jó? Egyből! Ügyes volt az egy-egy. Jó, nyilván abból a szempontból összetett, hogyha meg megy tovább a labda, akkor oda kell érni a dobásra. Mert pont ezért szép az a játék. Na mehet! Gyerünk! Adat, és vissza! És tengelj, ne nyisd ki ennyi! Jó, mehet, tovább, gyerünk, találd meg az ember, gyerünk, ahó, gyerünk, ögyes, közel, ögyes, agaz. Támadók higgadtabban, nem tudom, hogy most ennyire jól védekezünk, vagy talán egy kicsikét kapkodtak.
De bra, ugye. Na mehet, tovább, gyerünk! Gyerünk, hopp, hopp! Jöjjön, szép, megállít, és vissza, és vissza, és vissza, maradsz az ember. Ad. Oké, megint rányúlsz. Jó, rányúlsz, és fault volt. Kísérd végig, nézd meg, magasabb vagy nála egy fejjel, dobjon át. Kiszorított helyzet, dobjon át. Jó, még egyszer. Mehet. Gyerünk, kész fönn. Ad. Oké, nem kesik. Picit, visszaérkezés. Gyere, kizár. Szedd össze. Találd meg az ember. Ne kapkodj, jó? Ne kapkodjál. Jó, még egyet menjünk. Na mert, gyere. Hopp. Ügyes. Még egyszer. Beszélj, segítsd a párcát, gyere. Én a labda, hol van a segítő oldal, gyerünk, beszélj. Ahó, gyere, az. Bravo, ügyes, tiszta. Oké, innen folytatjuk. Gyerünk, oda a vonal bedobást, találd meg az ember. Ahó, gyerünk. Passávédes, gyerünk. Állj. Tudsz ennél többet is passában. Gyerünk, még egyszer. Gyerünk. Tovább, ne add könnyen. Az. Ügyes. Jó, oké. Bravo, csajok. Jó, gyertek vissza erre az oldalra. Jó, még egy gyakorlattal készültem, ez Sheldrayből indul a gyakorlat, 4 támadót kérnék szépen, sarokban 45 fok, és a másik sarok, 3 pontos vonalon állunk, tehát 4-4-ben fogunk játszani, talán még egy sárgát vegyünk fel, hogy egyszerűbb rendezni. Jó, tehát 4 támadó és 4 védő. Vagyunk. Jó, sárgák támadjon. Ne, maradjon. Hogy támadó vagy. Hogy. És 4 védőt kérnék szépen. 4 védőt. Jó? 4 fekete játékos. Jöhet. Labdát kérem. Gyorsabban, csajok. Nem kell félni. Gyertek bátran. Jó? 4 játékos. Oké. Büntetősarok, 2 büntetősarok rájunk fel, és ide az alsó szálkára. Jó, és megy szépen körbe, aktív karmunkával a védőlábunkkal. Oké? Megy körbe. Amikor bepasszolom a labdát, legyen az bármelyik játékos, ti közben csináljátok. Mehet. Jó, most csak bemutatjuk, még nem megy élesbe. Be fogom passzolni a labdát mondjuk oda. Azonnal innentől kezdve egy-egy van. Jó? És a másik 3 játékosnak reagálni kell. Beszélni kell. Enyém a labdás, te mondod, hogy segítő oldal, jó? Itt vagyunk egy passzra, ha netán ide jön a betörés. Nem megállítok, csak jövök, tömörülök, oda piszkálok, és visszaérkezek, és segítő oldal pedig érkezik, és megállítás van. És onnantól kezdve, gyere egy picit ide, történjen meg a megállítás. Oké? Megint csak ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint az előbb voltunk. 2 támadó, 1 védő, és ezt a szituációt kell védeni. Jó, ennyi a gyakorlat. Bátran lehet bármit, labdás 2-2-t ne játszatok, betörések legyenek, és abból kiosztások, befutások, bármi mehet. Jó, a támadó rész. Oké. No, tessék kommunikálni, jó? Feketék, különösen az elején, amikor adom be a labdát, hogy ki lesz a labdás. Ugyanaz a cél. Nem dobhatnak könnyen, és enyhén sarok felé terelés. Na meg, gyere! Jó. Már itt rögzüljön. Hopp, minden kör. Hopp. És aktív kar. Mélyen vagyok.
lássam, hogy élvezitek a dolgot. Na gyerünk, gyerünk! Mehet! Azaz! Hopp! Bement a labda! Gyerünk! Ó, még egyszer. Amíg nincs jó védés, addig maradtok védekezni. Gyerünk! Tessék beszélni, kommunikálj! Mehet! Gyerünk! Hopp, érkezett! Mióta játszatok együtt? Fogadjunk, hogy az öltözőben nagyon hangosak vagytok, és egy csomó sztorit megbeszéltek, ugye? Na, azt kellene behozni ide a pályára, és sokkal hatékonyabb lesz a dolog. Oké? Bátran beszéljetek egymáshoz. Oké? Megmertek szólalni? Jó, az emberekkel ne foglalkozzatok, csak a gyakorlatra koncentráljatok, és arra, hogy a társatokat segítitek. Oké? És vonatkoztassatok el. Bátran. Na, gyerünk, meg! Gyerünk! Hopp! Azaz, érjön! Azaz! Ügyes! Tovább! Hepszel, készen áll! Tenger felé, ne enged! Gyerünk! Hopp, készen áll! Hopp, rotál! Odé! Gyerünk, és kizár! Azaz! Jó, alakul, ügyes. De hogy jöhet a... Azt mondja, hogy... Nagyon jó, mondjuk egy ilyen narancs meszt kapsz. Jó, és akkor te leszel a fehérekkel. Jó? Sárgák jöjjenek ki, feketék mennek támadni. Három, kettő, egy. Nagyon jó, mehet, gyerünk! Azaz, bravo, csak aktív kar, járjon a kar, gyerünk! Tovább! Hopp, ide! Befelé ne enged! Ja, ott előbb reagál. Megtörténik a leütés, és amikor már a vonaladon túlhaladt, utána léptél be segíteni, picikét korábban, jó? Na, még egyszer. Mehet, gyerünk, hopp, odé, beszélj, ahó, beszélj, gyerünk. Hogy szükségtelen besegítek, bravo, passzál, az, bravo. Mehet, következő, gyerünk csajok, gyertek be, feketék mennek ki. Na mehet! Gyerünk! Ahol gyerünk! Az! Az a szépen zártad a közepét, bravo! Jó volt! Oké, védők mennek támadni, és jöhet be az új csapat. Ahol, gyerünk csajok, ti jöttök! Három csapat van, folyamatosan cserélünk. Na gyerünk, mehet! Gyerünk! Hopp, odé! Tovább, ne állj meg! Befelé nem engedem! Az ügy! Tovább! Szép! Azaz! Állj! Megveri, odaérsz vagy? Jó, tehát ott a labda, ott az én emberem, és látom mind a kettőt. Jól látom mind a kettőt. És hogyha megvert, már azonnal oda kell érni és reagálni. Még egyszer! Gyerünk! Gyerünk, hopp, érjön! Az! Figyelj a befutásra, lásd az embert és lásd a labdát. Jó, azért, mert gyenge oldalon vagy, látni kell mind a kettőt. Folyamatosan járjon a fejed. Oké? Na mehet, gyerünk, tovább, kérem a labdát. Jöhet az új csapat, ahol. Jó, védőből támadó, új csapat jön be védőből. Gyerünk. Mehet, gyerünk. Hopp, érjük, gyerünk, megállj! Na igen, egyből reagál, gyorsan. Mehet, gyerünk! Na igen, figyelj! Nem jól érkezel, jó? Ott a labda, és eleve úgy mész ki, hogy a tengelyt nyitod.
De ha így csináljátok, itt nem akarom én ezt megváltoztatni, csak most jelen esetben az a feladat, hogy alap felé terelünk. Jó, úgyhogy fordított ellentétes kézzel történjen meg. Na mehet, gyerünk, gyerünk! Figyelj, próbáld meg most jól megcsinálni. Figyelj, figyelj, figyelj! Hopp, gyerünk, 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 gyerünk! Még egyszer, segítő oldal most meg elkésik. Gyerünk, gyerünk csajok, koncentrálj! Gyerünk, gyerünk! Ó, még 3 perc, tessék koncentrálni. Mehet, gyerünk tovább, tovább, tovább! Hopp, gyerünk, gyerünk, gyerünk! A szép, a szép, az ügyes! Bravo, tisztán, tisztán! Nem lököm a támadó, gyerünk tovább, 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 tovább! Fault nélkül, és a kizárás. Zárd ki, zárd ki, zárd ki! Jó, ez most mázli, miénk a labda, mármint hogy a fehéré, de nem volt meg a kizárás. 2 támadónak is lett volna esély összeszedni a labdát. Gyerünk! Na még egyet! Na meg, gyerünk! Aktívabb kar, ahó, ahó, mélyebben, 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 tovább, 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 gyerünk, gyerünk! Gyerünk, az, gyerünk, csináld csak, hopp, odé, odé, gyerünk! Azaz, 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 hopp, 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 jó, oké. Hát ennyi lett volna, ennyit terveztem. Azt gondolom, hogy ezek egyébként olyan gyakorlatok, amelyeket elég gyakran csináltatok én is, és azt gondolom, hogy sokféle szituáció visszaköszön, amivel a mérkőzésen is találkozunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy tudtam egy kicsikét hozzáadni ez a nagyszerű rendezvény értékéhez. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az én álláspontom, ez az én véleményem. Ez nyilvánvalóan nem egyfajta szentírás, úgyhogy nagyjából én ezt képviselem, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.